nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk. A Sztár Barangoló 183. adásában azon a helyen jártunk, amely talán a legnagyobb hangsúlyt fekteti Arany János irodalmi kultúrájának az őrzésére. Vagyunk Nagykőrösön, és nem mással, mint az ismerős arcok két tagjával, Galambos Nándorral és Práder Vilmossal. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, srácok! Jött az a nagy generáció, akik rendszert váltottak. Hogyan tetszett nektek a barangolásunk? Azért elég sok helyen voltunk, múzeumban, safari parkban. Mi tetszett nektek a legjobban? Hát ugye volt kulturális élmény, végigjártuk ugye a város nevezetességeit a múzeumtól kezdve. Hát szerintem nekem ez nagyon tetszett, csak kevés az idő. Tehát általában ez ugyanolyan, mint amikor mi zenekarként elmegyünk valahova. Nagyon kevés idő van ahhoz arra, hogy bármit is megnézzünk a koncerten kívül. Úgyhogy ezek, megjegyzem ezeket a helyeket, úgy, mint Nagykőröst is most, és majd a családdal valamikor vissza kell jönni, és itt egy-két napot el lehet tölteni. A másik programot meg szerintem átadom a Vilinek. A Safari Park az a Vilinek a hazája. Még azért visszacsatlakoznék a kulturális és művészeti és irodalmi tárlatokra. Az a lényeg, hogy igazán a Nándinak, hogy vissza lehetne jönni, de olyan sok megnézendő dolog van, hogy biztos, hogy egyrészt megcsömörlenénk ebben, másrészt ez túl sok, tehát egy napra nem is lehet ezt besűríteni. A Safari Park meg aranyos dolog volt, mert bementünk a kis sok láma, meg bivaj, meg zsiráf, meg elefánt közé, meg zebra, meg nem tudom, kis Bobby aranyos volt, mert a másfél méteres kis tűhegyes szarvacskájával próbálta kunyizni tőlem a répát, de azért nem mondom, hogy féltem tőle, csak ő nem tudja, hogy a kis buksi, ami 4 kiló volt maga a szarba, tehát ahhoz kapcsoljátok össze a buksiját, és ez csak a feje, hogy Hofi mondaná. És akkor ő csak is kapdos a kis krumpliért, meg nem tudom, és akkor szarva meg itt ennyire volt tőlem. Hát ez, őtőle féltem azért picit, de kedves bárgyú tekintete volt. Most egy pillanatra visszatérve az első kérdésre, igen, Arany Jánoshoz, hiszen azt itt tudtuk meg, hogy Nagykőrös és Arany János az elválaszthatatlan, itt minden Arany Jánosról szól, és az a kapocs jutott eszembe az ismerős arcok és Arany János között, hogy az első lemezünkön még 2003-ban volt egy dal, Lehetnénk mind, az volt a címe, és ebben Attila, aki a szövegeinket írja, így elég képetesen leírta azokat a határon túl született nagy magyar művészeket, sportolókat, híres embereket, akik ugye szimbolizálják ugye azt az összetartozást, hogy mi annak ellenére, hogy csonka országban élünk, azok a magyar testvéreink, akik a határon túl élnek, de magyarok, ugyanúgy hozzánk tartoznak és összetartozunk. És ez a Lehetnénk mind című dal egyik sora, vagy két sora az úgy szólt, ha jól emlékszem, hogy lehetnénk egyek, mint magyarként, igen, de a szalonta, nagy szalonta van benne megemlítve, és a családi kör az Arany János egyik leghíresebb verse, és ma ez jutott itt eszembe, hogy ott nagy szalontán, egyébként elég sokat járunk nagy szalontán is, mert pont ott megyünk át a határon bizonyos koncertek kapcsán, és tényleg ez jut az ember eszébe, hogy itt pedig most vagy Magyarország közepén vagyunk, ez az ember Arany János, ugye Nagy Szalontáról elkerült ide, itt tanított, és máig őrzi a város az ő emlékét. Nem véletlenül ugye Arany János az érettségi tételek között szerepel, és mi tele vagyunk ilyen nagy magyarokkal, akikre fölnézhetünk, és
ezért jött elő ugye Arany János nálunk, mert hogy ő nem a mostani Magyarországon belül született. Tehát ami a zenekarunknak a munkásságának a nagy része, az arról szól, hogy mi összetartozunk, ugye a Nélküled című dalunk szimbolikusan az összetartozás himnusza, és elég sokat járunk Erdélybe, sokat járunk a felvidéken. Mindannyiszor, amikor mi elmegyünk, és nyilván ott is kevés időt tudunk tölteni a koncerteken kívül, de valahol van egy ilyen érzés a zenekarnak, és nem csak a zenekari tagoknak egyébként, hanem a technikusainknak, a sofőröknek, hogy nem csak azért jöttünk most ide, hogy zenéljünk és szórakoztassuk az embereket, hanem egyfajta küldetés tudata van a zenekarnak, és azt teljesítünk, amikor mi például Erdélyben zenélünk. Mint a villám tépte magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. És mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy rengeteg felvidéki rajongótok van, és ahogy említetted a Nélküled című dalotokat, konkrétan himnusszá vált már az évek során. Egy kicsit rákérdeznék arra, hogy ti egyénileg hogyan lettetek gitárosok? Volt esetleg valami más hangszer is, amivel próbálkoztatok, vagy teljesen evidens volt, hogy gitárosok lesztek? Én vagyok az rangidős. Általános iskolás koromban, 1924-ben nagyon jó hangom volt akkor, és az énektanárnőm már csak azért is ott tartott az énekkarban, mert hát valószínűleg szimpatikus kisrác voltam, szerettem az éneket, viszont már mutált a hangom, mégis azt mondta, hogy maradjak nyugodtan a kórusba, tátogok, stb. De ez már akkor szöget ütött a fejemben, hogy valami zenével azért nem ártana foglalkoznom. Énekelni az annyira nem volt kedvem, édesapám pedig mondta, hogy gyerek, akkor mit szól egy hegedűhöz, na akkor 6 évesen, na akkor azt nagyon nem akartam, hogy én hegedűs legyek, hát stb. Kaptam is egy akusztikus gitárt, egy pici gyerekeknek szóló gitárt, 6 évesen fölraktam, behangoltam rendesen, ahogy kell, öntudatlanul, eljátszottam egy boogie-woogie féle sémát, és azzal a mozdulattal fölraktam a szekrény tetejére, 16 éves koromban vettem le újra, tehát ennyi volt a dolog, de akkor már mások, más szempontok motiváltak, igen, más szempont, például a csajozás, ugye minden fiú, a zenészek, ugye a lányok körében valószínűleg népszerűek, volt egy ilyen statisztika, minap olvastam, hogy népszerűbbek, mint a sportolók, ennek csak örülni tudok, és ezért kezdtem el igazából. Az, hogy utána a tehetség, vagy a szerencse, sőt, 90-80% szerencse kell ez az egészhez, de az megtaláltam azokat az embereket, akikkel 25 éve együtt vagyok barátilag is, és a szerencse is mellénk át nyilván, hogy mi összetalálkoztunk, az egy hatalmas nagy véletlen szerintem. Lehet, hogy megvan írva, nem tudom, hogy ebben a hadsráccal foglalkozott az ezotéria, meg a tudomány, meg hogy ezek most muszáj nekik találkozni, én azt mondom véletlen. Viszont onnantól kezdve olyan gyönyörű, igen, lankás, nem egy túl gyors emelkedő, de töretlenül megyünk a kitaposott, nem tudom, utam fölfele, kézenfogva, egymásnak hátat vetve, és tesszük a dolgunk. Nándi pedig azért lett bassgitáros, mert... Ezt is elmondom mindjárt, csak most erről eszembe jutott valami, hogy és azt lehet, hogy még nem dolgoztuk föl soha, hogy amikor mi összekerültünk, tehát amikor az a zenekar összekerült, akkor távolról ismertük csak egymást, tehát egy hasonló másik zenekarból jött a Vili is, meg én is, és láttuk egymást, zenéltünk, de az nem volt evidens, hogy mi együtt is fogunk tudni zenélni, meg hogy dalokat írjunk együtt. És akkor emlékszem ezekre az első ilyen próbálkozásokra, hogy leültünk egymás mellé, és nem is tudtam, hogy Vili például mondjuk a zeneelméletről mennyit tud, vagy amikor ő dalt ír, akkor honnan közelít, vagy szöveget kell először. Igen, igen, vagy hogy egyáltalán mi van bele. És erre most így jó visszagondolni, hogy ez úgy elindult valami. Én nekem mindig is egyébként tetszett az új kihívás, hogyha valaki bárkivel, bármivel kapcsolatban valamilyen újszerű, az, amit eddig még sose tapasztaltam, jön,
és a Willivel ez volt, aki a basszusgitárot kezeli, az pedig inkább a háttérből, mondjuk egy kicsi alázattal, vagy nem is tudom mi a jó szó erre, segíti a többiek munkáját, de nem akar az élvonalban lenni meg a reflektorfénybe, és talán valahogy ez a mi egyéniségünk is valami ilyesmi lehet. A dalírást és a dalszerzést, ez a zenekar mai állásában, ez hogyan oszlik meg? Akár a dalírás, akár a dalszövegírás. A dalszövegeket kezdetektől fogva az Attila, ide Nyerges Attila. Néha van egy-egy vers, amit feldolgozunk, vagy néha egy-egy instrumentális dal, aminek nincs szövege. És a zeneszerzés pedig tulajdonképpen négy részre osztható a zenekaron belül. Négyen vagyunk szerzők. Tulajdonképpen mi ketten, ugye az Attila és a Lecó Szilveszter, Lecsó a billentyűs, és ez a négy zeneszerző, ez négy különböző egyeniség is. Bocsánat, de szóval azt akartam mondani, és nem akartam elvenni a szót tőled, de gondoltam, hát ha elfelejted, de ez a négy, kibővítve a másik két tagat, tehát mindig beleszólunk a másik, jó értelemben másik szerzeményében, csak jobbítva, tehát csak jobbá térve az egészet. Tehát szinte olyan, hogy nekem is vannak szólóköreim, stb. Ötletei a Nándinak, a Tominak, a Stevie kis szakszolombetétjei, stb. Tehát ez ilyen közös munka. Megbeszéltük azt, hogy aki hozza a vázát a dolognak, legyen az harmónia vagy dallam, de már a dallam elég, ugye a mai világban, ő a szerző, a többiek meg ugyanúgy belerakják azt a tudást, vagy azt a tapasztalatot, vagy azt a tehetséget, mondhatunk bármi gyönyörű szép szavakat rá, amiből az jön ki, hogy szeretik az emberek a zenénket. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát engedjétek meg, hogy ne kívánjak mást a jövőre nézve, csak kreatív energiákat és megfelelő ikletet a szerzéshez és a dalíráshoz. Köszönjük szépen!